sziasztok! Ez itt a Vidítom, nézzétek, milyen szép, sok színes borítékom van, 60 ezer forint van nálam, 10 ezer forintot ér minden boríték, itt van mellettem egy csomó betű, kerámia művészet, az van odaírva, úristen, szóval kerámia művészet, ezekből a betűkből kellene neked is szavakat alkotnod, különböző szavakat, lehet az 7 betűs, 6 betűs, 2 betűs, 3 betűs, amilyenhez kedved van, ami eszedbe jut, viszont a lényeg az, hogy minden betűt annyiszor használhatsz föl, csak ahányszor ott látod, tehát hogyha csak egy E betű van, akkor csak egy E betű legyen a te szavadba is, és hát az ékezetekre is figyeljetek, jó? Tehát, hogyha hosszú Ü van ott, akkor a te szavadban is legyen, hogyha Ü betű van benne, akkor hosszú Ü legyen, ne rövid Ü, mert akkor azt már nem tudom elfogadni, oké? Na ezek a játékszabályok, és akkor mehetünk is tovább, 10 000 forintot ér minden egyes szó, amit eltaláltok. A telefonszám 06-921-44-44, bármelyik pillanatban itt lesz, bármikor bekapcsolódhatsz az adásba. Nincsen regisztráció, nincsenek perzdiak, és egyébként ez az utolsó Vidítom adás, úgyhogy ha szeretnél még pénzt nyerni velünk, illetve velem, akkor most telefonálod utoljára ebben az egy órában, úgyhogy szerintem szedd össze magad, mert én még hoztam 6 borítékot, tehát 6 ember, 6 nyertesen még lehet a mai adásban. Úgyhogy gyerünk, húzzunk is bele, szeretném hallani az első telefonálónak a hangját, tehát 06-921-44-44 a telefonszám, és hívhatsz Budapestről, vidékről, hívhatsz mobiltelefonról, vonalas telefonról, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy hívjál, és mondd el, hogy mire gondoltál, és nyerj, oké? És akárhányszor hívsz, illetve minél többször hívsz, annál biztosabb, hogy nyerhetsz, csak rajtad múlik a dolog, rajtam nem, én itt vagyok, itt vannak a borítékok, itt van mellettem ez a sok-sok betű, gyorsan alkoss belőle egy-két szót, és oszd meg velem, hogy mire gondoltál, az elsőt már is mondhatod, gyerünk! Nagyon kevés idő. De arra elég, hogy tárcsázni, és csak én is meg tudom csinálni. Halló! Na, ha nekem sikerült, akkor neked is sikerülhet. Mindjárt lejár, 38 másodperc. Mindjárt vége az adásnak. Gyerünk! Szeretném hallani a hangját annak, akinek van még valami ötletek. Két borítékom van még, úgy látszik ebből már csak egy fog elkelni, remélem. De legalább az egy sikerüljön. 23 másodperc, gyerünk! Most húzzál bele, hogyha eddig még nem tetted volna meg. 20 másodperc van vissza. Milyen szavak lehetnek még, amiket nem hallottam, amit nem mondhatok ki, és itt a kezembe, és 35 ezer forintot ér egyetlen egy szó. 10 másodperc, 1 millió forint a főnyeremény, gyerünk! 4, 3, 2, 1, jaj! Nem csörgött a telefonom. Ne mondjátok már, hogy így kell befejeznem az adást. Hát akkor most szomorú vagyok. Most mit csináljak? Hajtogassak belőle repülőt. Na jó, de most még itt lehetsz, amíg látsz engem, addig még itt lehetsz. Jó? Addig még hívhatsz. De nem tudom, hogy meddig, nem tudom meddig leszek, mert mindjárt szerintem itt kihúzzák a dugót a konnektorból, és kész, vége. És még el is kell búcsúznom, és még meg is kell mutatnom még a szavakat, és még nem tudom, mi dolgom van még. Hát más dolgom nincs végül is. Na, lesz már valami? Valaki mond még nekem valamit? 5, 4, 3, 2, 1. Nem hiszem, hogy így lesz vége, komolyan. Nem olyan. Jaj, szia, mondjad! Hello, Rekamé! Nem, a Rekamé! Az már volt is egyébként. Na jó, hát akkor azt hiszem, hogy meg kell, hogy mutassam a szavakat. Na jó, még nem mutatom meg, még egy kicsit várok. Hát, ha még valaki befut itt a végére. Minden megtörténhet. Halló! Szia, mondjad! Hello, mondj egy szót! Na! 06. Micsoda? 06? Te mondod nekem a telefonszámot? Na jó, meg kell mutatnom a szavakat sajnos. Volt itt egy olyan, hogy 2000-es, és volt itt egy olyan, hogy... mi volt ez? Márk!
Na jó, hát köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és további szép évet mindenkinek, jó? Majd csak találkozunk még. Sziasztok!